A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Talán nincs ember, aki mára ne azonosította volna a fekete bőrcsekit az irdalá.hu weboldallal. Sokáig csak azt lehetett tudni róla, hogy az igazságot kutatja, hogy ott forgat, ahol a veszély elkerülhetetlen, s az általa jegyzett fekete doboz, majd a politikamentes pesti fekete doboz igazi titkokat tár fel. A jogot végzett anyai ágon székely gyökerű újságíró már a jogi kar mellett is a filmes világot kutatta, így egyszerre két diplomával fejezte be az ELT-t. Végig dokumentálta a rendszerváltást, videókazettán eljuttatva a kisközösségek helyi tévék számára a szamizdat filmes kiadványokat. Olyan titkok tudója, melyeket egy igaz ügy érdekében bevet, de riportalanyai bizalmával soha nem él vissza. Forgatott Prágában a tüntetések idején, Szovjetunióban a börtönök világába kalauzolt minket, de Afganisztánban a jugoszláv háborúban, az Egyesült Államokban is megtalálta a legnehezebb terepet, s a borzalmak mögött a művészetet. Aktív tévés és PR munkája mellett közel 20 dokumentumfilmet jegyez. Számos alkalommal kérték fel reménytelennek látszó kampányok főnökének, így lett az irdalá.hu kampánycsapatának vezetője, a gerilla.hu megalapítója. A Lillás reggeli mai vendége a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag keresztjével és a Magyar Televízió Nívódiával kitüntetett dr. Pesti László, producer, rendező, kampányfőnök. Köszöntöm nézőinket, önök a pesti fekete dobozt látják, mely ma innen Afganisztánból jelentkezik. Pesti László az első magyar tudósító, aki az utóbbi hetekben bejutott Afganisztánba. Helikopteren, terepjárón, gyalog és lóháton vezet az út a szinte megközelíthetetlen háborús övezetbe. Egy tudósítás az afgán sivatagból, ahol fertőzött a víz, állandó a porvihar és olcsó az emberélet. A nézők tudják, hogy milyen nehéz az, amikor a hóhért akasztják, illetve milyen nehéz egy kollégával beszélgetni, mert talán egy olyan kollégával, mint amilyen te vagy, hiszen egy hihetetlen név vagy a szakmában, méghozzá a fenek gyerekek közül való. Megmondom őszintén, hogy annyiszor láttunk téged veszélyhelyzetben és ellenzékben és küzdeni, és a mai napjaid is ezekről a küzdelmekről szólnak, hogy amikor én először megláttalak, talán a Hír TV műsorában, még az M1-es időszaknál nem is bonyolódtam annyira bele a világodban, de amikor megláttalak először a Hír TV műsorában, akkor tudatosult bennem, hogy te milyen oldalt képviselsz, hol állsz, milyen a gondolkodásmódod, mert addig inkább a harcos külsődet vagy belsődet ismerték meg a nézők. És még egyet előtte, kicsit hosszú a bevezető, hogy olvastam most egy-két cikket rólad, és nagyon-nagyon szükszavúan válaszoltál az interjúkba. Miért? Úgy vagyok vele, hogy ha keveset mondok, például televízió interjúba, sőt, meg szoktam kérdezni, hogy híradó hír készül, híradó anyag, hogy gyerekek, mennyi lesz ez? 0-40, 0-50, esetleg 1 perc, 1 perc 10. Abból mennyi a felkonferőtte, meg körülbelül hogy néz ki a dolog, és hogyha kiderül számomra, hogy mondjuk 35 másodperc, amiben én abban a híradóban megszólalok, akkor próbálok 35-öt mondani egyrészt. Mert abban a 35-ben azt az 1, 2 vagy 3 üzenetet, amit aznap este, most jelen esetben a székely kampány kapcsán például szükségesnek tartok elmondani, azt tudom, betolom, és akkor nem marad ki semmi. És nem bízom a kollégákra, akiket nagyon szeretek és nagyon tisztelek, de néha mellé nyúlnak, hogy esetleg szortírozzanak a mondandómban. Ez egy érdekes dolog, holott közben pont az derült ki a háttérinformációkból, hogy te nagyon bőven kérdezed a riportalanyaidat, nagyon sok mindent megtudsz róluk. Egy-egy beszélgetés során az is kiderül, hogy hát azért elhangzanak olyan dolgok, ami nem biztos, hogy a nagy közönségre való, és ezekkel nem éltél soha vissza, hanem nagyon diszkréten kezelted őket.
ez a bizalom jele, ez nagyon sok felől megnyilvánul feléd, de pont ez az, amit a nézők nem nagyon tudnak, mert mindig ez a fene gyerek külsőd, illetve lényed jött le. Kedves vagy, hogy ilyen fene gyerek image-ben tüntetsz fel, hízelgő, jól esik, kedves, de nem biztos, hogy ez nem egy látszat. Uh-huh. Szóval... Biztos, hogy látszat. Ugye? Biztos, hogy látszat. Biztos, hogy látszat. Igen, erre szokták mondani egy nagyon durva közhelyen, és ilyen old school közhelyen ráadásul, hogy az orrod külső érző szívet takar. Ott van a 66-os út, meg a különböző emlékvánk, és a fekete ruha, hát ezt már elősz, gyakorlatilag minden alkalommal megkérdezik, illetve hát ez hozzátartozik az imidzsethez. Nekem az nem jött le, hogy a 66-os út az neked egy régi ilyen Easy Rider öcsém című élénk. Hát én elég régóta motorozom, és ráadásul egész életemben, hát amikor kezdi az ember, akkor mindenki 50 köbcentivel kezdi, ha csak nem valami szabadsághegyi vagy rózsadombi gazdag ügyvédorvos apuka csemetéjeként egyből rápakolják egy 8 millió forintos Harley Davidsonra, szóval normális esetben az ember egy robogóval kezd el motorozni fiatalon, és aztán szépen valamilyen evolúció eredményeképpen eljut nagyobb motorokhoz. De azon belül, amikor az ember már nagyobb motorokra ül, azon belül én mindig chopperes voltam. Érted, cruiseres, chopperes, és ez egy szubkultúra, egy konkrét szubkultúra. Sokan azt hiszik, hogy van olyan motorozás, vagy hogy a motorosok, hát nincs. Aki benne van, az tudja, hogy a speedesek, hát ugye a kedves nézők is vágják, azok, akik színes, ilyen buborékszerű műanyag, idommal, burkolt motorokkal, száguldanak 190-nel a négyes úton, na, ők a speedesek, donoroknak is, kétkerekű donoroknak is hívjuk őket. Vannak, akik enduróval járnak, van, akik túrázni szeretnek, mindegyik más életforma, és ezen belül is ez a chopperes, cruiseres szubkultúra, ha lehet így mondani, egy teljesen külön zárvány a motoros társadalmon belül, a maga zenéjével, öltözködésével, mentalitásával, irodalmával, nem sorolom. Tehát nincs olyan, hogy motoros, chopperes van, meg speedes van, stb. Végig utaztad a világot, rengeteg helyen jártál, laza helyzetekben és veszélyhelyzetekben, de a 66-os úton végig motoroztál le. Nem, és nem is óhajtok. Miért? Mondom, a 66-os út egy szimbólum. Azt mondod, hogy Jack Kerouac, vagy azt mondod Ginsberg, vagy azt mondod, sok mindent mondhatsz, azt mondta, hogy Route 66, ezek szimbólumok, amik egy mentalitást, egy világot, egy megközelítést jeleznek. A 66-os út is ilyen, eszem ágában is végigmenni. Ez baromi hosszú, unalmas, nem hozza, nagyon sok barátom végigment rajta, és én is jártam arra, és Amerikában több ízben dolgoztam is. Tanti, a nagynéném, aki nekem bizonyos pillanataiban az életemnek, majd mondjam, anyám helyett anyám volt, és szakmailag is nagyon sokat köszönhetek neki. Szóval megvan nekem ez az életérzés, nem óhajtok végigmenni, unalmas és fárasztó dolog. Amerikában azt a két hetet sokkal hasznosabban is el lehet tölteni. Ez egy szimbólum. Hogyha már a szimbólumoknál tartunk, akkor itt a hátad mögött a téged szimbolizáló elmúlt fél évet is elhoztad magaddal, és eláruljuk a nézőknek, hogy a karácsony hetében vagyunk, már épp az ünnepek után látnak minket, illetve karácsony első napján, de a felvétel az konkrétan még egy héttel karácsony előtt készül, és te hajnalba jöttél haza. Most egy olyan országból, vedd elő nyugodtan a táblát. Előveszem. Tehát hajnalban repülővel egy napot töltöttél kint, és... Igen. Igen. Most, igen, tegnap hajnalban mentünk, és ma érkeztünk Lettországból. A kedves nézők közül talán nem mindenki tudja, hogy egy székely kezdeményezésnek, egy székely iniciatívának, Európai Uniós aláírásgyűjtésnek vagyok a kampányfőnöke, most már február óta, lassan egy éve. 1 millió aláírást kell összegyűjtsünk, kellett összegyűjtsünk, hiszen már
május 7-ére összeszedtük, és 7 országban kell egy-egy limitet felmutassunk, 7 Európai Uniós tagállamban, hogy ez a kezdeményezés kisebbségvédelmi kezdeményezés részben a székelyek érdekében, részben az összes európai, őshonos, etnikai, nemzeti kisebbség érdekében, megmaradása érdekében végbe menjen. És most éppen Lettországban voltam, hiszen ott az orosz kisebbség, hát elég érdekes helyzetben van, Litvániában és Észtországban, a másik két balti tagállamban nem kevésbé, és nagyon jó eredményes tárgyalásokat folytattunk egyrészt politikusokkal, másrészt influencerekkel, és hát a baltikumi kommunikációnkban is a social media játssza a főszerepet, doménnevek, weboldalak, Instagram, YouTube, Twitter is egy picit, de hát azért sokkal inkább Facebook, a VK, egy picit kipróbáltuk a Telegramot és az Odnoklasztjékit, amik annyira nem bizonyultak relevánsnak, bár ugye igazi orosz social media felületekről beszélünk, stb. És mint máskor is a kartonpapírral, tehát a Karton Network projektünk keretében kommunikáltunk, fotózkodtunk, videóztunk. Ez annyit jelent, potpisi, azaz írd alá. Ahogy a magyar térben... És ha megfordítod, akkor ott van magyarul, hogy írd alá potpisi. Nem, nincs. Az ott teljesen irreleváns az írd alá, nem értik szegények, de ezt a potpisit, ezt értik. és hát igen, amit talán még tudni kell, hogy a potpisi.com doménnevet is én ugye megszereztem, és az oroszok felé, a balti oroszok felé az a központi weboldalunk, onnan mennek szét a social media digitális leágazásaink, kezdetben Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, most már ugye, amit említettem, orosz platformok is, és egyre inkább LinkedIn, Pinterest, Tumblr, sok minden, TikTok is, előbb-utóbb Snapchat is, szóval ami létezik. Most ebből az összes ilyen közösségi média felületből szerintem a nézőinknek a fele, az mondjuk 3-4-et ismer, hallottunk már róla, nem alkalmazzuk, de volt itt 5 olyan kifejezés, vagy 5 olyan doménév, amiről még én sem hallottam, és múltkor, amikor mutattál egy anyagot, egy készített anyagot, akkor azon csodálkoztam, hogy te jó Isten, ennyiféle közösségi média felület van. Hát jóval több. Ami gyakorlatilag még nem tört be. Mi nálunk elkezdődött az IVIV, aztán az elhalt a Facebook miatt, és aztán utána egyre több felület lesz, ami végül is megosztja az embereket, vagy szétosztja, hiszen nem lehet egyszerre 10-12 felületen dolgozni. De lehet. Igen? Lehet a laikusnak, igen, a usernek, a mezei felhasználónak, az átlag embernek nyilván nem. A szabadság van, és nyilván kiválasztja azt, hogy melyik az a platform, amely az ő szellemi habitusának, hobbiának, életmódjának legjobban de megfelel. Hogyan lehet kiválasztani? Hát úgy, hogy a puding próbálja az evést, Illa. Hát bemész, regisztrálsz, vagy nem is kell regisztrálnod, megnézed a felületet, szimpatikus, nem szimpatikus, látod, hogy milyen tartalmak mozognak, és az ember általában ezt meg tudja ítélni. Amikor te elkezdted a kampányodat, ezt az irdalá.hu-t, amivel azért nagyon nagy sikert aláttál, tehát sokan nem gondolták, hogy végig tudod vinni. De, legtöbben nem gondolták, mindenki meg volt győződve, hogy ezt tuti bukta. 1 millió kellett, és 65 ezernél vetted át. Nem, 50 ezernél vettem. Vagy 50 ezernél. Bocsánat, úgy, hogy 9 hónapja zajlott a kampány, és úgy csináltak az illetékesek 50 ezret az 1 millióból, ami ugye 5%-os eredmény 9 hónap elteltével. Megtaláltak téged, megcsináltad az 1 milliót, és aztán a nyakadba került egész Európa gyakorlatilag. Igen, igen. Válladra vetted, hogy a többi 7 ország, vagy az 7 ország együtt tudja letenni azt a dokumentumot, ami alapján, igen, aztán végképp elfogadásra kell, hogy kerüljön, hogy a kisebbségek élhessenek a jogaikkal. De visszatérek erre, amikor nézed ezeket a felületeket, akkor te válogatás nélkül mindegyikre ráregisztráltál, vagy pedig, és elkezdted rajta a kampányodat, hogy hát ha lesznek olyan emberek, akiket mégis meg tudsz szólítani, vagy pedig azt mondtad, hogy csak olyan felületre mész rá, és kezded el a kampányt, amelyik ahhoz az eszméhez áll közelebb, amit te képviselsz. Ez nagyon fontos, amit kérdezel, mert valahogy implicit a kérdésben benne van, hogy az eszme, és hogy ahhoz van-e olyan, ami közelebb áll, valami nem. Nincs ilyen. Azt kell mondjam, hogy
hogy van itt, úgy szoktuk mondani, hogy van a content. Ugye a Bill Gates azt mondta, hogy the content is king, tehát a tartalom a király, a tartalom mindenek felett. Van egy tartalom, jelen esetben a tartalom, a központi content az, hogy gyerekek, itt van egy székely kezdeményezés, ami Európa összes nemzeti kisebbségének szól. Tessenek aláírni. Ezt kell elvinni. Ide-oda-amoda, offline médiába, tehát tévébe, rádióba, hát ha még találunk működő print sajtót, amit négynél többen olvasnak, akkor természetesen oda is, az online sajtóba, mindig megkeresni a megfelelő platformot. A tartalom az központi, az állandó. És a platformok változnak az időben, változnak a térben, változnak a megközelítések tükrében, és amit kérdezel, hogy mit tudom én, a Pinterestre, igen, oda is ki lehet rakni, és a Face-re is, és persze meg lehet oldani YouTube-osan és Instásan is, az teljesen másodlagos. Ezek mutációk, a központi tartalom a lényeg, az üzenet, hogy van egy székely cucc. Gyerekek, írjuk alá, megkeressük hozzá a mutációt. Volt-e olyan, hogy valami miatt letiltották az oldaladat? Igen. Jó. Volt olyan normális? Volt olyan, hogy nem? Nem, hát azt tudom most kérdezni, hogy inkább van-e olyan alkotóműhely, vagy magára valamit is adó influencer, aki egy picit is, akit megérintett a konzervativizmusnak, vagy tetszik akár a korszerű jobboldaliságnak a szele, ami a mondani valóját illeti, és nem tiltotta már ki. Nem sorolom a Face-től, az Instától, a YouTube-ig az összes. Hát kampány véghajrában, az utolsó két hetünkben tiltott ki. Először a Facebook, semmilyen szabályzatban nem ütközött az üzenetünk. Egy korszerű, konzervatív üzenet ez itt a Kárpát-medencében, ahol ez inkább egy konzervatív politikai toposz, ez a határon túli magyarokkal való foglalkozás, stb. Jegyzem meg, Svédországban ez egy liberális toposz, és a svédországi számikkal, akiket mi lapok néven ismerünk el, ottani finnekkel, tehát ottani kisebbségekkel, mi nagyon is liberális, igazi, valódi liberális üzenetekkel dolgozunk, és úgy győztük meg a svéd állampolgárokat az aláírásról. A spanyol placon, főleg Baszkföldön és Katalóniában nagyon baloldaliak tudunk lenni az üzeneteinkben, mert ott a Franco diktatúra évtizedei az őshonos nemzeti kisebbségeket, jelesül a baszkokat és a katalánokat, kicsit beletolták a baloldaliságba. Sose győződ meg őket, hogy ez a kisebbségek megmaradása, a függetlenség, az életben maradás, az oktatás, a nyelv megőrzése, hogy ezek jobboldali témák. Ezt mi magyarok így gondoljuk. Vagy régen így gondoltuk, egy Spanyolország, egy baszk, egy katalán, az meg van győződve, hogy ezek nem hogy balos toposzok. Én jártam Bilbaóba is, meg Barcelonába is, elég sokat dolgoztam is ott, és régen, 20 évvel ezelőtt, sose felejtem, hogy baszkokkal iszogattunk, fiatalokkal, este 10 volt, mondta, menjünk le a buli negyedbe. Tudatosak voltak, nemzeti érzelműek, függetlenségpártiak, talán még egy etás is volt köztük, és lementünk piálni, bulizni, leértünk Bilbaóban a buli negyedbe, körülnéztem, ott tombolt 8-10 ezer tudatos baszk fiatal, ilyen nemzeti érzéssel, és körülnéztem, és a falakon ekkora vörös csillagok, és ott mindenki vagy kommunista volt, vagy trockista, vagy anarchista. Tessék. Mondom, hogy ott fő, melyik közegben nyúlsz bele, az ő nyelvükön, az ő szemléletükkel kell azt a központi kontentet kommunikálnod. Nem csak azt szerint, hogy tévézel, vagy social médiázol, nem csak, hogy social médián belül most éppen a LinkedIn-en, vagy a Facebookon akarsz üzenni, azt szerint is, hogy Európának melyik országában vagy? A svédeknél, vagy a spanyoloknál, vagy itt a Magyarországon? Válaszd meg a fegyvernemet. Fegyvernem. Hányféle fegyvernemmel kellett küzdened ez alatt a jó pár évtized alatt? Mert nagyon sokkal. Hát érdekes, hogy ezt a fegyver dolgot így fölkaptad a utolsó mondatomból, mert amikor 30 évvel ezelőtt a ős fekete doboz korszakunk lezárult, ugye a ellenzéki időszaka, az a bizonyos dokumentáció, amit mi a 80-as évek végén, a diktatúra utolsó éveiben fekete doboz néven készítettünk, és ami hát ugye rögzítette nagyjából a rendszerváltás egyik-másik talán fontos pillanatát, akkor utána a 90-es években
Én már Pesti Fekete Doboz néven hoztam létre egy műhelyt, és a szimbólum, amit használtunk, a logónk, az egy Susan Sontag gondolatból, idézetből, a camera is the more powerful weapon, tehát hogy a kamera az az erősebb fegyver, írta Susan Sontag, aki ugye egy nagyon fontos fotó- és filmkritikus volt, amerikai. Igen, egy Coltnak, egy forgótáros pisztolynak a markolata volt, ami egy videokamerába végződött. És a mai napig így gondolom, tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosság ma már talán nem is mindig a kamera, hanem különösen más digitális eszközök. Hát kamera, hát kis kamerákkal dolgoztunk a 80-as évek végén már, aztán később is, aztán nagyobb kamerákkal. Ma az ember előkapja a telefonját, ha azon egy jó kamera van, ezen speciál 3 is van, most a cégnek nem csinálunk reklámot, ezt kigyártottam, mert az amerikai tech cégeknek, ha lehet, nem csinálunk fölöslegesen reklámot, tehetnek egy szívességet. Tehát egy jó minőségű telefonnal, ha az korszerű, és nem koszos a lencse, azt tudom neked mondani, hogy egy lineáris televízióban, tehát hagyományos televízióban is közölhető anyagot lehet rögzíteni, ha jó a kezed és jó a szemed. Tehát ma ez a fegyver, a telefonod, nem kell már kamera. De ez a dolog, hogy de azért ez kétélű fegyver. Mire gondolod? Ha nem is a te kezedben, mert nem szoktál visszaélni azzal, hogy valamit tudsz. És visszautalok arra, amit az erről beszélgettünk, hogy nagyon sok olyan dolog elhangzik egy-egy riport alkalmával, amivel tudod, hogy neked fontos háttérinformációnak, megjont a vendéged, neki fontos volt, hogy elmondhassa, de tudjuk, hogy nem lehet közölni, mert van egy betyárbecsület. Bizonyos részeit nem lehet közölni. Bizonyos részeit nem lehet közölni, mert van egy betyárbecsület. De nézd meg, hogy hányszor kétélű fegyver mostanában a telefon, a kamera és mindenki. Tehát de régen is az volt. Régen is az volt, csak nem volt ennyire miniatűr a technika, tehát azt mondja, rögzítsek valamit. Hát poroskák voltak már a 50-es években, a titkos szolgálatoknál, aztán ez átment lassan az évtizedek alatt a lakosság használatába. 80-as években már, de 90-es években rendesen lehallgatták egymást a vállalkozók például, nem a telefont, ott volt az asztal alatt a kis mikrofon. Hát meg lehetett tollat kapni. Jöttek a tollakba, gombokba szerelhető kiskamerák, ma már tetszőleges távlata van ennek a dolognak. Mit mondjak erre? Igen, nem szép dolog, nem szép visszaélni vele, a technikával. Amikor itt a kétélő fegyverről beszéltünk, ugye nap mint nap látjuk a sajtóban, hogy gyakorlatilag az embereknek nincsen már magánélete, mert a telefonjait épp úgy rögzíthetik, én ebből nem telepítek semmit a telefonomra, de valaki le akarja hallgatni az enyémet, hallgathatja nyugodtan, semmi olyasmi nincsen benne, amit ne vállalnék, de tulajdonképpen tehát ebben a nagy biztonság világban, mert egyébként nagy biztonságban élünk, és Magyarországon biztonság van, azt hiszem talán Tom Hanks mondta, hogy kevés olyan ország, vagy Budapest van, vagy kevés olyan város van, mint Budapest, ahol nyugodt szívvel végig lehet sétálni az utcán, vagy végig lehet kerékpározni, kirakatot nézni, nem kell attól félni, hogy leüssék, kirabolják. Jó, itt is vannak bűnözők, de egyébként ez egy nyugodt, élhető ország és közeg. Hát, ment haza, hogy forgatásból éjszaka Pesten, talán a körülön, és látod, két fiatal lány biciklizni, talán a nagy körúton. Igen, éjszaka, hát valahol akkor valamelyik social media felületére kirakta, hogy te jó Isten, mi történik itt? Éjszaka kettőkor fiatal lányok egy nagyvárosban bicikliznek. Hova kerültem? Ez Amerikában elképzelhetetlen, már Párizsban is. Igen. Tehát azért mondom, hogy itt mi biztonságban vagyunk, és mégis olyan bizonytalanságban érzik az emberek magukat, és most nem a járványról beszélek, mert az egy külön történet, és nem ma kell megváltanunk vele a világot. De mégiscsak az emberekben ott van a félelem, hogy bármit mondanak, mindenki tudhat róla, és nem lehet tudni, ki hogy él vele vissza. Mi a véleményed arról, hogy visszaélnek az embereknek a magántelefonjaival, és most itt nem a közéleti szereplőkre gondolok, mert az egy másik történet. Ha valaki közéleti szereplő, akkor annak kell tudni, hogy vállalja azt, hogy ő nála ilyen előfordulhat. Nézd, azt gondolom, hogy a telefonokkal már nagyon régen visszaéltek. Tehát már visszagondolunk a gyerekkorunkra, én már nem vagyok fiatal sajnos, tehát a 70-es, 80-as években, a kommunista diktatúra évtizedeiben,
ha benn volt a telefon, akkor még vonalas telefon volt ugye csak, nem volt mobil, ha benn volt a szobában a telefon, akkor a szüleinkkel lehet nem beszéltek olyasmit, vagy ha mégis, akkor kivitték a telefont, becsukták, volt, aki még egy párnát is rárakott, volt, aki kihúzta. Igen, tehát innen indult a, ugye a lehallgatós díj az életemben, vagy az életünkben, 6 évesen, vagy 10 évesen, és akkor fejlődött a technika, és fejlődött a társadalom, megváltoztak a lehallgatási technikák, a más magánéletébe való beavatkozás, behatolás, és mondok egy példát, hogy ma már szerintem ezt túlléptünk, ma már, és megint csak a tech cégek, az amerikaiakhoz kell visszakanyarodjak, a bizonyos digitális felületeket, ha használsz, vagy akár hardvert is használ, de főleg szoftveres dolgok esetében vannak úgynevezett algoritmusok, ami nem pont azt jelenti, amiről most beszélünk, de azt is jelenti, hogy megfigyelik a viselkedésedet, hogy mit néztél, mit hallgattál, mit olvastál, ezt rögzíti, és nem illegálisan. Tehát te beleegyeztél, amikor elkezded azt a felületet használni, hogy ő meg fogja figyelni a te viselkedésedet, a szokásaidat, a hobbiaidat, hogy milyen fotók, milyen videók, milyen cikkek, amik téged érdekelnek, és legközelebb már azokat adja föl, és időben megtanul téged pár használat után. És ez azt jelenti, hogy te kiadod a kezedből azt, hogy neked mi az érdeklődési köröd, vagy mi tetszik, vagy mi nem tetszik, stb. Hosszasan lehetne sorolni. Az algoritmusok figyelnek, és bizony egy kicsit úgy érzi magát az ember, mint az indiánokról mondták, hogy ha lefotózol egy indiánt, az úgy érzi, hogy elvitted a lelkét. Én szerintem ma ebből a 7,5 milliárd emberből 3,5 milliárd, aki ezeken a felületeken, a digitális felületeken ott van, körülbelül ennyi, már a lelkét elvitték, mint az indiának, akit lefotóztak. Az algoritmusok, konkrétan. Mindig azt gondolom, hogy jóformán nem is földi tudás az, amivel jelen pillanatban rendelkeznek a fejlesztők, mert számomra felfoghatatlan az egész, ami történik ebben a minden nap hatványozódó fejlődési ütemben. Tehát lekövethetetlen. Az előbb említetted a fekete dobozt, aztán a pesti fekete dobozt, és nekem az jutott az eszembe, hogy akkor még nem volt így megfogalmazva, de hát amit te csináltál, az egy tipikus videodokumentáció volt, egy olyan korszakról, amiről lehet, hogy éppen csak neked vannak felvételeid. Én emlékszem, hogy a József Attila Színházban játszottam 88-ban, és Sinkovics Vitai Andrással, aki még akkor csak Vitai Andris volt, ültünk a színház lépcsőjén egy szünetbe, és beszélgettünk a Fideszről. Mármint ő mesélt nekem a Fideszről, nem hallottam róla. És akkor a tesóm akkor volt fiatal jogász, és mondta, hogy hát hogy még nem lépett be a Fideszbe, és én néztem, hogy Fidesz. Hát azóta persze belépett, de nem is tudtam róla. Tehát annyira zárt volt akkor az ellenzéknek a munkája, tehát aki nem igazi más közegben voltam, nem került el hozzám, de én ott hallottam először. Te hogyan keveredtél össze velük a jogász csapattal, a jogi egyetem után, megmaradtak a baráti kapcsolatok, vagy egyáltalán hogy került arra a sor, hogy te ott legyél velük, mellettük, és miért pont neked engedték meg azt, hogy mindent végig vehessél? Hát nézd, de ugye a jogi kar, általában az ELTE, egy elég érdekes világ volt a 80-as években. Azt tudom mondani, hogy a kommunista diktatúra utolsó évtizedéről, a 80-as évekről beszélünk, és nem volt olyan, hogy Magyarország, hogy milyen Magyarország. Mert egészen más volt mondjuk Csongrád megye, amelyet Pol Pot megyének is hívtunk akkoriban, és ez talán jelzi aki tudja, ki volt Pol Pot, és hány ember vére szárad a kezén, a Csongrád. Budapest, belváros, ELTE, egyetemek, műszaki, közgáz, ELTE, jog, bölcsészkar, sokkal szabadabb világ volt. Tehát volt mint keltetőben az ELTE-n, eleve egy valamivel liberálisabb, szabadabb légkör, picit többet engedhettünk meg magunknak, mint az imént említett Csongrád megyeiek mondjuk, vagy mondjuk egy munkásnegyedben, vagy egy gyárban, vagy egy hagyományos munkahelyen. Ez eleve teret adott a szabad gondolatnak. Én ott filozófia diákkörnek a vezetője voltam a jogon, filmkluboztunk, sok mindent csináltunk. Persze, diktatúra volt. Ha túlmentél egy határon, kirúgtak. Mindenféle retorziókra számíthattál, de mégsem volt annyira komolyan véve ez a dolog.
És amikor a Fidesz megalakul, akkor én már dokumentáltam. Tehát kis kamerát hoztam el a médiaszakról, ahova jártam. A jog mellett nekem van egy médiadiplomám is, az ELTE-n akkoriban indult egy médiaszak, az első volt talán az országban. Na mindegy, onnan hoztam egy kis kamerát, és azzal elkezdtem dokumentálgatni mindenfélét. És amikor megalakult a Fidesz, ismerőseim voltak, egyik-másikkal együtt filmkluboztam korábban, a harmadikkal talán egy tudományos diákkörbe jártam. Elkezdtem követni a dolgot. Nem kellett ez túl nagy bizalom. Ha te ellenzékben vagy egy olyan közegben, mint a szocializmus, örülsz, hogy valaki dokumentál, mert hogy megmarad esetleg az utókornak az, amit mondasz. Jegyzem meg, hogy nem is a dokumentatív funkciója volt ennek akkor erős, hanem hogy nem volt az ellenzéknek nyilvánossága. Tehát a szocializmusban, mint egy pártrendszerben, a nyilvánosságot is a pártállam tartotta kézben. Volt egy darab magyar televízió, egy darab magyar rádió, néhány pártlap, amit lehet, pont csak a Népszavit hívták pártlapnak, és mit tudom én, a Magyar Hírlapnak, vagy a Magyar Nemzet. A Magyar Nemzet ugye a Népfront volt, Pepitában ugyanaz, egy picit szabadabban lehetett fogalmazni. Nem volt szabad sajtó, ezt a fiatalok kedvéért mondom, az idősebbek, vagy az én generációm nyilván tudja, és azt mondja, hogy mit mesél itt a Pestiát, éltünk, tudjuk. Na de a 20 évesek, a 25 évesek néha néznek rám, amikor diktatúrát említek, és azt mondja, miről beszélsz, Laci? Azt a szót kimondom, hogy kommunista, hát úgy néznek rám, mint a sváb bogárra. Szóval miről beszélsz? Hát mondom, én tudom, miről beszélek, ti nem tudjátok. Kicsit, ez is olyan, amikor nácizunk, valamire azt mondjuk, ez egy náci beszéd. És sokan azt mondja, hogy miért lenne az? Hát azért, öregem, mert 6 millió embert öltek meg ennek az ideológiának az örve alatt, a nácik, a harmadik birodalom, második világháború, néznek, történelem, poros dolog. A kommunista is, meg a náci is, azt gondolom a mostani fiataloknak egy olyan furcsa, távoli, ha vagy igaz, vagy nem, hagyjatok engem ezzel békén. Képzeld el, hogy beszélgettem nem olyan rég középiskolás érettségiző gyerekekkel, és valahogy szóba került Lenin. Fogalmuk sem volt, hogy kicsoda. Tudom. És akkor azt gondoltam magamban, hogy te jó Isten. Pedig ezek a gyerekek rengeteget kell, hogy tanuljanak, nagyon sok tananyagot tömnek a fejükbe. De nagyon, mást. De teljesen mást. Mást. Nyelvet például remekül beszélnek. Igen, vannak fiatal kollégáim itt ebben a kampányban is, de hát már régóta én szívesen dolgozom fiatalokkal, és nagyon jól kezelik az online világot. Angolul már 18-19 éves korban remekül beszélnek, hát nekem 15 éves most a kislányom, Pesti Poli Réka, 15 évesen természetesnek veszi ő maga is, hogy angolból megvan a középfokúja, és már rég spanyolul is tanul, tehát, és remekül. Ez egy tehát fantasztikus előnye a gyerekeknek. Tudásuk. Te hol tanultad meg így a nyelveket, hogy a világot be tudtad vele járni, és dolgozni tudtál? Hát én nem. Mert azért a mi időnkben, tehát nálunk nem volt jó a középiskolában a nyelvoktatás. Én nekem az életem legnagyobb hátránya az, hogy nem vagyok jól nyelvekkel ellátva. De én nem beszélek különösebben szépen angolul, el vagyok a világban. Hát ez a konyha angolal nagyon messzire el lehet jutni. Oroszul meg kimondottan rosszul beszélek. De mégis ma. De az oroszok meg lelki emberek, tudod, a dúsa, a lélek, az kell, hogy megtiszteld, köszönj neki oroszul, kocincsatok egy pohár vodkával, és üljetek le, és nézzetek egymás szemébe, és pár orosz mondat elhangzása után nyugodtan átválthatsz angolra, mert már érzi, hogy megtisztelted az ő nagy orosz lelkét. És neked az szar orosz tudásom, ez bőven elég nekem ahhoz, hogy itt a tőlünk keletebbre való világban eltájékozódjak az elmúlt 35 évben. Nagyon kötődsz Oroszországhoz és az orosz kultúrához. Igen. Nagyon tiszteled. Mi volt, ami megfogott benne? Először talán 86-ban lehettem ott, egy egyetemista csoportot vittem, én magam is egyetemista voltam, csak egy picit idősebb voltam a többieknél, és hát az lett volna mi feladatunk, mint joghallgatóknak, hogy ott a helyi ügyészség, bíróság és egyéb ilyen számunkra nem túlságosan érdekes dolgokat tanulmányozunk. Ehelyett múzeumban jártunk, filmek, épületek, építészet, emberekkel, kontaktus. Magával ragadott a dolog. Moszkva volt, akkor a terep, elmentünk, akkor még Leningrádba, ami már ugye Szentpétervár.
két, rájöttem, két teljesen eltérő világ. Igen. Tehát a szögletes, szürke, szigorú, a 90-es években aztán a maga maffia világával, hát a világ kriminológiai térképén is meghatározó Moszkva, egy egészen más világ, mint a kicsit arisztokratikus, kicsit entelektuel, kicsit bohém, furcsa, művészi, építészetileg is teljesen más Leningrád, ma már Szentpétervár, szóval ott de egy héten belül tapasztalható, hogy egyik világ, másik világ. Uh-huh. Hát akkor mi lehet még keletebbre, mi lehet Vlagyivosztokban, mi lehet fönn, Irkutszkban, stb. Mi lehet lenne az Észak-Kaukázusban, ahol a vad dagesztániák és csecsenek, oda is eljutottam később, harcolnak az oroszokkal évszázadok óta, Afganisztánban, a Kis-Ázsiában, ugye tegnap voltam Lettországban, oroszoknál, varázslatos világ. Én mindig úgy éreztem, hogy Amerika nagyon sok rosszat, én ma ebben a te beszélgetős műsorodban is már, ha nem mondtam négy rosszat Amerikáról, akkor egyet se, rossz a véleményem bizonyos szempontból, úgy akkor jó is. Azt gondolom, hogy Amerika valóban a lehetőségek országa, ha közhely is ez, miközben egy gyilkos és borzalmas folyamatoknak az elindítója és a mai napig meleg ágya, ami egy olyan globális őrületet és globális gőzhengertól Európa fele, közép-kelet Európa fele, a lokalitás fele, az amerikai globális gondolkodás kultúrában, politikában, pénzvilágban beláthatatlan borzalmakat hoz, miközben egy izgalmas és összetett és kiismerhetetlenül jó, gyönyörű világ a maga kis mikrokozmoszaival, Amerika, ahogy Oroszország is, tehát nekem ez a két nagyon izgalmas ország adódott kicsit megismerni az életemben, hasonlítanak, megalomániás mind a kettő, szóval ami nagy, az oké, ha kicsi, az lehetőleg azt hagyjuk. Furcsák, izgalmasak, veszélyesek. Elhangzott itt nagyon sok minden, és eszembe jutott, hogy nem beszéltünk a családi hátteredről, de az, hogy veszélyes közegekbe kerültél, az egészen biztos. Ugye nagyon intellektuális családból származol, apai ágon. Rózsadomb, anyai ágon, hát, Székely, Csík. Naphegy, bocsánat. Majd nem. Az is gyönyörű környék, az biztos. És ugye magas beosztásban dolgoztak még a Horthy rendszerben nagyszüleid is. Tehát azt lehet mondani, hogy von Aus volt, amit kaptál. Tehát, hát ez a papa vonal, amit te exponálsz. Igen, a nagyapám az valóban a 20-as, 30-as éveknek egy nagyon sikeres vállalkozó és feltalálója volt, akkumulátorokkal foglalkozott vegyészmérnökként, villamosmérnökként, feltalálóként, üzletemberként, és az akkori establishmentnek valóban tagja volt, de nagyon kritikus is volt az akkori korszakkal szemben, tehát például a zsidókat mentett a vészkorszakban, stb. Ugyanakkor az édesanyám vonala, amire szintén utaz, az egy egyszerű, már első generációs értelmiségi a nagyapám, tanító, néptanító, elég sokra viszi, mert falusi tanítóból tanfelügyelő lesz Csík vármegyében, Csíkszeredán, majd 44-ben menekülnie kell a román-orosz front elől, és itt köt ki az anyám fiatal kamaszként Magyarországon, és aztán itt tölti az életét. Most 90 évesek mind a ketten, és szinte nincs nap, hogy az anyám ne mondja azt, hogy hát, hogy elhibázta az életét, hogy nem ment haza. Uh-huh. Bizony, tehát a székelységhez való kötődés, és hogy hát igen, magyarok vagyunk mi, tehát persze magyar történelem a miénk, magyarul beszélünk, és magyar a kultúránk, és mindenünk, de tudod, a székely az nem mindig érzi teljesen magyarnak magát. Ez egy nagyon ingoványos, és ebben most nem is mennék bele, de a székely identitás... De gyökértelennek érzi magát? A székely gyökeresebbnek érzi magát minden szittyánál, tehát... De itt gyökértelennek érzi magát? Igen. Igen, Los Angelesben is annak érzi magát a székely, Párizsban is, Glasgowban, Kopenhágában, Stockholmban, mindenhol egy kicsit, igen. Csíkban, Gyergyóban, háromszékben van otthon. Én itt születtem a 8. kerületben, a 8-kerben, ahogy szoktam mondani, tényleg, mert ott volt a klinika, és úgy mondom, hogy megyek haza. Tehát egy ilyen pesti média junkie vagyok,
de a vérem az 50%-ig székely, és amit az anyámtól kaptam, az az identitás, az olyan keményen megvan, hogy amikor hazamegyek Csíkba, akkor mondom, igen, megyünk haza, gyerekek. Hát tulajdonképpen lehet, hogy azért tudtad olyan szívvel, lélekkel végigvinni ezt az irdalá.hu kampányt, ami az összes hazájába levő kisebbségben élő nemzetiségnek segít. Reméljük, hogy pont lesz a végén, és nem volt hiába való az a küzdelem, amit végigcsináltál. Még nincsen vége, most még van egy február 7-i határidő, ugye? Igen. Hát így a Covid, ugye a koronavírus, ugye több halasztást kaptunk, ami a több vírus miatt szinte lehetetlen volt bizonyos dolgokat a kampányban megcsinálni. A 7 országból, ugye a tavaszi időszakban kipipáltuk Magyarországot, Szlovákiát és Romániát, amit magyarul lehetett az ottani magyar közösségekkel, magyarul, az irdalá.hu kampánnyal. Nyáron volt egy felkészülés, egy stratégia, áttervezés. Szeptemberben megint nekiestünk, november 7 határidőre megcsináltuk Horvátországot és Litvániát, de még mindig hiányzott 2, és most a február 7, hamarosan itt van az is, másfél hónapunk sincs, még 2 EU-s tagállamot le kell tegyünk az asztalra. A kampányt most hát 11. hónapja bonyolítja ez a csapat, a gerilla.hu. Na amelynek, nyugodtan, mutasd meg! Amelynek kérem szépen, Lilám, ugye a Cartoon Network projekt, aki hallotta már a kedves nézők közül. Tudod, mi jut ez eszembe, Vámház körút 9. Hát mindenkinek, aki a 90-es évek, Klapka Gyuri bácsi, ugye Vámház körút 9. És milyen jó. És hát zseniális. Majdnem olyan, mint a Müszi volt. Igen, emlékszem, csak a Müszire. Azt nem tudtuk, hogy mi. De igen, az a Klapkáról azt tudtuk, hogy mi. Ezt a cuccot, ezt a kartonpapírt, ez egy nagyon plebejus műfaj, és most finoman fejeztem ki magam, hogy plebejus. Hát én egyszerű, ezt Black Lives Matter Instagramjáról nyúltuk, ott nagyon hasít, óriási megosztást csinál. A gerilla.hu-nak a ideológusa fedezte föl, én fejlesztettem egy picit tovább, és működik. A kartonpapírt megtalálod a kuka mellett, a ház előtt, a dohánybolt mögött, a közértes néni, kosárka, mindenhol ott van ez a drabkarton. És nem csak itt, Amerikában, Ázsiában, mindenhol. Igen. És erre írunk, megint csak Black Lives Matter-ösen, lehetőleg minél vastagabb, egyszerű, szögletes, fekete betűkkel, és terjed, és ezt kezdtük el celebritásokkal, popsztárokkal, sportolókkal, politikusokkal. Megint csak az összünkben ugyanúgy, hogy tavasszal ott voltak a baloldaliak is, a kormánypártiak is, a függetlenek, miniszterek, főpolgármester úr, ellenzéki vezetők, mindenki. Sok fideszes miniszter és alelnök is, és balról is. Ezáltal, hogy a kart, és Erdélyből is, ugye Keremen Hunor is, és Tőkés László is, és tehát akkor ki nem? Kulcsár Terza, József, mindenki. Ránézek az órára, mert annyi mindent szeretnék még kérdezni. A szüleire azt akartam még megkérdezni, hogy mi, hülyén hangzik, hogy milyen útravalót adtak, de nem féltettek? De. És mit mondtak ilyenkor? Figyelj, az átlag szülőnél talán annyival féltettek kevésbé, persze, rohadtul féltettek. Már 80-as években ugye az ember, én nagyon kis pont voltam az akkori demokratikus ellenzék munkájában, így szörmentén terjezgettem, írott szamizdatot, fotózgattunk, filmezgettünk. Meg kazettákat Az már vége. És aztán jött a fekete dobozos korszak, akkor már keményen beleálltunk, nagyobb volumenben. Hát akkor az ott... És féltettek, persze, pláne amikor elkezdtünk külföldre járni, tehát Szovjetunióba, Lengyelországba, Csehszlovákiába, ugye, kedves fiatalok, Csehszlovákia, ki tudja mi ez a DDR, vagy NDK, már senki nem tudja a 25 évesek közül, ott ütöttek, vertek, lecsuktak, elvették a kamerát, szóval féltettek a szüleim, de kicsit kevésbé féltettek, mint egy teljesen átlagos, a gulyás kommunizmusban tengődő magyar állampolgár, egy olyan szülő, mert annyira utálták a kommunizmust, hogy úgy voltak vele, hogy tényleg, ha csak bajon ne legyen a gyereknek, de legalább tesz valamit ellenük a rohadékok ellen. Tehát valahol a féltésüket egy kicsit csökkentette az a megelégedés, hogy a gyerek úgy nézik, hogy hasznosan tevékenykedik. Ennyi. Meg is lett az eredménye, mert a rendszerváltás megtörtént, és tényleg most is kaptam egy nézőtől levelet, egy nagyon kedves levelet, és na mindegy, szóval
írt sok mindent benne, és akkor írta, hogy Lillácskám, mert nem tudják, akik beszélnek arról, hogy mi volt mi az, hogy félni, és mi az, hogy nincs nyilvánosság és sajtószabadság. Mert tulajdonképpen itt a sajtószabadságnál az a baj, illetve nem baj, rosszul mondom, nehogy valaki belekössön. Tehát mindenki mindent mondhat szabadon. És ezt én eléggé problémásnak látom. Te hogy ítéled meg, hogy most nem a karaktergyilkosságokra gondolok elsősorban, de tényleg minden egyes mondatnak súlya van. És olyan dolgok hangzanak el, ami egy elhangzott szót nem lehet visszavonni. Mindenki figyeljen oda, mit mond. Valami egyszerű. Nem kell, volt olyan, amit nem kell hülyeséget beszélni. Volt, amit megbántál? Hogy elmondtad nyilvánosan? Hát persze, hát azért most hát több mint 32 éve vagyok ebben a közegben, ugye 87-88 óta, hát annyit nyilatkoztam, annyit írtam, beszéltem, kommentárszövegeket írtam, filmszinopszisokat, nyilatkozottam, most is itt ülök egy tévének a képernyőjén. Hát persze, hogy 32 év alatt hogy nem mondaná az ember hülyeséget, de azt gondolom, hogy nagyon kevésszer fordult elő. Uh-huh. Egy nagyon menő ellenzéki, baloldali orgánum csinált velem interjút, a Stumpf Andrisnak az online-ja, a Válasz Online, és valami ősvére kezdődött, egy 3-4 éve lehetett, valami ősvére kezdődött a beszélgetésünk, hogy ugye magázottunk a olvasók kedvére, összeadja, hogy hát utána néztünk, elolvasgattuk, amiket maga itt nyilatkozik 30 éve, nem nagyon találtunk olyat, ami ciki. Há, mondom, köszi, mondom, jó kis research lehetett, 32 év, igen, mert vigyáztam, Andriskám, vigyáztam, hogy mit mondok, nem csoda, hogy nem találtatok semmit. Uh-huh. Elég sok veszélyes helyszínen jártál az életben, említetted Csecsenföldet, meg volt Bosznia, háborús övezetek, Afganisztán, és voltatok tényleg olyan helyzetben, amikor a frontvonal kellős közepén találtátok magatokat, mert valaki nagyon okos volt, és azt mondta, hogy ott nem lesz probléma. És hogy szeretik ezt az embert, tudok kedves nézők? Én is szeretem, jó barátom, csak majdnem kinyiratott egyszer a jugoszláv fronton. Mert nem mondjuk meg tudott. Ki azt, igen. Találják ki. Hát mert sorsoljunk ki valami díjat, aki kitalálja. Igen, nekem se sokat kellett rajta gondolkodni. Volt, amikor úgy igazán féltél? Persze. Én azt szoktam mondani, hogy ezt gyakran megkérdezik, hogy ugye egykori haditudósítótól, hogy épeszű haditudósító az fél. Valamennyire, egy kicsit. Ha nagyon fél, az megbélítja. Úgy nem lehet dolgozni, nem lehet, az olyan, mintha gúzsba lennél kötve. Ha meg egyáltalán nem félsz, az a másik véglet, akkor hülyeséget fogsz csinálni. Tehát egy kis félelem, egy alapfélelem, az nagyon fontos. Az annyi, hogy van egy életösztönöd, körülnézel, nem dugod ki a fejed fölöslegesen a lövészárokból, nem csinálsz hülyeséget. Na, kell egy picit félni, az a záloga az életben maradásnak. Melyik volt a legveszélyesebb helyszín? Nem tudom. Hát Szarajevo az nem volt jó. Tehát ott, azt hiszem négyszer forgattam a háború alatt, illetve egyszer a daytoni béke után visszamentünk, mert kíváncsi voltam, hogy a túloldalon, ahonnan lőttek ránk a sniperek, a mesterlövészek, hogy milyen ott a világ, és bementem egy ilyen kuckóba, egy betonháznak volt a 5. emeletén, egy ilyen kis betonkocka volt, egy kis szoba, ott egy fotel, egy kockás takaró, ott ült a mesterlövész, egy luk volt a falon, ott dugtak ki a fegyvert, és volt egy ekkora kupasz üres töltényhüvely. Érdekes érzés volt, hogy uh-huh. pár hónap ezelőtt még onnan uh-huh. céloztak minket. Uh-huh. Igen, Szarajevo talán az nem volt jó. Csecsenföldön nehéz, nehéz volt hazajönni. Az itt van a szomszédban Szarajevo. Igen, ez a másik, hogy Közép-Európa. Igen. Közép-Európa, hát a Ferenc Jóska féle monarchiának, ugye ez a, hát itt a szomszéd. Igen, mert a Csecsenföldön mi történik, hogy Észak-Koreában most hazajövök, nem jövök, ott fognak, stb. Az messze van, de itt a szomszédban. Melyik riportottól féltél a leginkább? Mert hát azért nem csak kamerával állsz ott, hanem kérdezel. Megmondom őszintén, riportot nem tudnék neked említeni. Azt szokták inkább kérdezni tőlem, hogy lelkileg mi viselt meg. És
Érdekes, engem persze, hogy megviseli az ember, tehát ne, ne legyünk már, ne nagy fiúzzunk itt, szóval annyira nem vagyunk kemény csávók, hogy ne viselje meg minket 3 évtized alatt, vagy 3,5 évtized alatt egy riport sem. És pont tegnap mondtam egy kollégának, aki ezt kérdezte, hogy a haditudósítások, a hullák, a vér, amikor ráengedik a német juhászokat a tüntetőkre, és beleharapnak, még az is, az annyira nem viselt meg. De eszembe jutott egy amerikai forgatás North Carolinában, az öböl szindróma, ami egy titokzatos betegség, a öböl háborúból hazatért amerikai katonák egy egészen speciális és talán máig feltáratlan betegségben szenvednek. Majdnem 20 éve forgattam ott, Amerikában, több helyszínen, a Pentagonban is erről, és jártunk Észak-Karolinában egy Randy nevű, egykori daliás, 190 centis, kigyúrt tengerészgyalogos tisztnél, aki már ott összeomolva egy ilyen elektromos tolókocsiba, amit talán még az egy ujjával valamennyire tudott irányítani, beszélni már nem tudott, a felesége pelenkázta és etette, és a halál előtt volt, és az megrázott. Na, az megrázott. Nem a hullák ráztak meg, hanem a Randy. Holott ilyennel már találkoztál, hiszen az első fényeid között pont egy barátodat, aki hasonló, nem a honvéd, vagy a sérülése miatt lett ilyen kiszolgáltatott állapotú, hanem más betegség miatt. Igen, őt megsértették a kisagyát, valószínűleg születés közben egy ilyen fogóval, mert akkoriban még elősegítették. Tehát azért érdekes, hogy egy hasonló szituációban levő emberek. Igen, ez érdekes, ezt nem is gondoltam erre még, amit most mondasz, de furcsa, igen, most, hogy tudatosítod. Igen, a mozgássérültség, a fogyatékosság, a szabadságnak az ilyenfajta korlátozottsága az ember életében, az engem jobban megráz, mint a halál. Tehát azt gondolom ugyanis, hogy a szabadság, mint olyan, az egy fontosabb étosz az életünkben. Talán az életnél is. Tehát, hogyha én mozgáskorlátozott vagyok, ha vak vagyok, ha bármilyen, ha rab vagyok, becsuknak akár 3 napra, nem beszélve, ha 20 évre, ha zsarolnak, tehát bármiben korlátozzák az én szellemi és fizikai szabadságomat, az majdnem egy súlyosabb szituáció, mint ha kinyifantanak. Én ezt hiszem. Én azt hiszem, ez így van. Ha vége lesz ennek a kampánynak, a székely, vagy az őshonos, hogy mondjuk hivatalosan nehogy rosszat mondjak. Őshonos, nemzeti kisebbségek. Igen. Az Európai Unióban. Tehát, hogyha rége lesz ennek az őshonos nemzeti kisebbségek kampánynak, megvan a következő terved, hogy minek fogsz nekiállni. Hiszen ebbe 100%-ig beletetted magad, nem is igen foglalkoztál mással. Igen, a cégem, hát nem is romokban, de a televíziós produkciós cégem, ami azért rengeteg marketing, kommunikációs és tanácsadó munkát is elvállalt, vagy csinált az elmúlt években is, hát az nem nagyon mozog, az most 12. hónapja lassan az szinte áll, egy-két munkatárs tartja életben, nem ártana egy kicsit ezeket a melókat, a filmjeimet is, hát 2 filmem már befejezetlen, 2 dokumentumfilmem és 3 van előkészítés alatt, és van egy média projektünk is. Én azt gondolom, hogy most a 11. hónapja ezzel a gerilla.hu-val, ami ez a új think tankünk, ami hát a kampányt bonyolítja, én nagyon jól érzem magam. Tehát azt gondolom, hogy most viszonylag korszerűen kommunikálunk, olyan műfajokat csinálunk, ami nem rossz, ami nem elavult. Egy kicsit úgy érzem magam, mint sokszor az elmúlt 32 évben, a fekete dobozt, amikor csináltuk a 80-as években. Tehát azt gondolom, hogy ez a kis csapat, ez a gerilla.hu, ez még mutat önöknek, kedves nézők, remélhetőleg újat a következő 1,5 évben, 1 évben, 2 évben, filmet is, webes tartalmat is, sok mindent. Jól érzem benne magam, mint egykor a fekete dobozban, aztán a pesti fekete dobozban, amikor úgynevezett biciklis TV, Bicycle TV-t csináltunk az MDF alatt, mert úgy éreztük, hogy nem minden stimmel a nyilvánossággal akkor sem, és akkor küldözgettük a VHS kazettákat 60 kábel TV állomásra,
Budapestről ki vidékre, mindenhova, Dunapatajtól, ahol azt hiszem valami 30 lakásunk volt, egészen Pécsig, ahol nem tudom hány ezer, akkor is föltaláltuk magunkat, most is úgy gondolom, hogy ezzel a gerilla.hu-val föltaláljuk magunkat. Így legyen. Mi az, amit elmondanál most így ebben a 2020-as évben a nézőknek üzenetként? Hiszen karácsony másnapján vagyunk, ünnepeknél vagyunk, új évnél vagyunk. Én azt látom, hogy az emberek most nagyon szomorúak, ki vannak borulva teljesen. A fiatalok nem értik, hogy miért zárt ez a világ, és ettől függetlenül miért szabadok ők benne. Mi lenne az üzeneted? Lehet kettő? Mert kettő? Ne, hogy nem. Hát egyik az kötelező, az az obligát üzenet, hogy írd alá .hu, oké? Most, azonnal. Oda kell menni, írd alá .hu, és aláírni, kitölteni a digitális felületet a székelység és az összes európai kisebbség érdekében. Köszönjük szépen. Köszönjük a székelyek, az oxitánok és a frízek nevében is. De hogy félretéve a félig viccest, valami komolyat, hát én nem is tudom, karácsony van, vagy hát ugye volt, amikor ez lemegy, ugye 26-án este vagyunk, amit ugye az orosz is úgy mondja, hogy Rajdzsésztva, és hát több nyelven is, a születés, a megújulás, de ugyanakkor ez a születés, ez a megújulás, én egy vallásos, nagyon vallásos ember vagyok, keresztény ember, a formákat kevésbé tartom be, de a lelkem mélyén ott van a hit és a Jóisten, Krisztus, és hát most született, ugye, és jön a húsvét, amikor meghal, és az igazi dráma, a nagy ünnep az a húsvét. Azt kérem a keresztényektől, hogy mindig legyenek tekintettel azokra, akik nem hisznek. Akármilyen másolásúak, akármilyen ateisták, most ez a mi ünnepünk volt, örüljünk, hogy megünnepelhettük szabadon, és hittel, és méltósággal, de gondoljunk mindig azokra, akiknek ez nincs meg. Valami talán hiányzik az életükből, ne bántsuk őket, ne akarjuk erőszakosan meggyőzni, beszélgessünk velük. Így, karácsonykor, karácsony másnapján is, és a következő napokban is. Ennyit gondoltam, így karácsony kapcsán elmondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.